Idén végre elindult a Marvel és a DC harca. Míg az egyik oldalon Amerika kapitány küzd Vasember csapata ellen a polgárháborúban, addig az utóbbi univerzumban Batman és Superman esnek egymásnak. Persze a DC-nek sokkal nehezebb dolga volt, hiszen az Igazság hajnalának folytatásként, önálló filmként és az Igazság ligája felvezetéseként is helyt kellett állnia. Ez sajnos kicsit meg is látszik az eredményem. Az acélember kis túlzással porigrombolta 2 évvel ezelőtt Metropolist, amit Bruce Wayne nem néz jó szemmel. A számos civil áldozatot követelő harc megosztja az embereket, van akik istenként, mások veszélyes fegyverként tekintenek Supermanre. Batman azonban nem akar zsákba macskát játszani, és pont ott tesz az ügy végére. Vagy legalábbis próbál. Az Igazság hajnal szuperül indul, ugyanazt a csatát látjuk, mint az acélemberben, csak a halandó ember szemszögéből. Érezzük a pusztítás mértékét, fel tudjuk mérni a helyzet súlyát, ezáltal Batman motiváció is jogossá válik. A város két részre szakad, és a néző is döntés elé kerül. Amíg a két főse foglalkozik a cselekmény, addig semmi gond nincs. Oké, Superman kicsit súlytalan, bár nekem alapból nagyon egy sikú karakter volt mindig is, azért nem lehet félváról venni. Ben Affleck Batmanje viszont viszi a sót. Nagyon tetszett az idősebb, megfáradt, sokkal agresszívabb Bruce Wayne, aki szépen átlépte a határvonalat hős és antihős között. Zack Snyder rendező azonban sokat akart, emiatt pedig lassacskán szétesik a filmje. Kapunk egy nagyon hosszan elnyújtott nyomozó szálat, némi politikai és vallási tartalomban, aminek aztán közel sem lesz akkora hozadéka, mint ahogy beharangozták, aztán van számos új karakter és rengeteg kérdés. Lex Luthor gonosza, egyszer ijesztő szociopata zseni és hatalmas ripacs, az ő mi voltáról például semmit nem tudunk meg, fogalmunk sincs miért lett ilyen, mi motiválja, miért csinálja ezt és honnan rendelkezik ennyi információval a különleges képességű emberekről. Ezen felül a cselekmény sem szűkölködik a logikai buktatókkal és a megválaszolatlan kérdésekkel. Ez utóbbiakra fény derülhet a folytatásokban, de akkor is bosszantó tessék-lássék módszerrel adottak meg egy csomó helyzetet. Olyan érzésem volt, mintha nem lenne kerete a sztorinak, Snyder pedig bele akar zsúfolni mindent annak érdekében, hogy kielégítse az igényeket. Sajnos ez a visszájára fordult és szépen elveszünk a részletek tengerében. De az efféle felszínesség ellenére az Igazság hajnal amúgy egyáltalán nem rossz film. Marha jó ötleteket látunk, szépen ágyaz meg az Igazság ligájának, Wonder Woman marha kemény, csak kevés, és a többieket bemutató kis videó is amolyan kötelező jellegűnek hatott. Mégis a DC sötét komor világa egy új szint visz a Marvel által uralt lazább humoros szuperhős filmek tengerébe. Oké, néhol hiányoztak a poénok, de hozzám a DC mindig is közelebb állt, így alapból megfogott az a nyomasztóbb és dárkosabb felütés. Az alap tehát megvan, és lehet ráépíteni, de a jövőben ennél sokkal több kell, mert az ötlet önmagában nem elég, fogyasztható formába is kell önteni. Egy ezresebből vérző forgatókönyvet nem kompenzál a csodás látvány, és a két talán legnagyobb kultusszal bíró hős gladiátor küzdelme. Minden jó pontra jut egy rossz, ami piszok bosszantó, mert Snyder próbálkozik tisztességgel, csak nem tud betelni a saját monumentalitásával. A rajongóknak ettől függetlenül kár lenne kihagyni, mert nem egy szimpla képregény sztoriról van szó, de egy olyan embertől, aki tető alá hozott egy hihetetlen komplex Watchment, ami kb. A legösszetettebb és az egyik legjobb szuperhős film ever, na hát tőle ez sajnos kevés. Talán a jövőre érkező Igazság ligája végre megmutatja, hogy mennyire király is ez az igazi DC univerzum. Én ennyi lettem volna, tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, aztán legközelebb találkozunk. Csácz!